nagy volt a szél kedden délelőtt a tóparton, ezért kevesen mártóztak meg a vízben. A kijelölt fürdőhelyeken a megyei kormányhivatal és a vízügyi igazgatóság rendszeresen végez ellenőrzéseket. Mindkét hatóság szerint a vízminőség megfelelő, ezért nyugodtan lehet benne fürdeni. Bátran nyugodtan be lehet menni. A strandokon gyakorlatilag a vízminőséget mi nem ellenőrizzük, mi tó középen a vízminőséget ellenőrizzük a vízügyi igazgatóság, így gyakorlatilag az áklorofil értéket, illetve az ehhez kapcsolódóan azokat a fajta algákat vizsgáljuk, ami a fürdőzés szempontjából lehetne. El lehet mondani, hogy gyakorlatilag az előző 6 hónapban, tehát az idei évben végig kifogás nincsen semmiféle. Egyetlen egy víztérevesen a Velencei tónál, tehát a tisztásokon, ahol mérünk, vízminőségi szempontból semmiféle probléma nincsen. Velence polgármestere is azt hangsúlyozza, a Velencei tó vize jelenleg minden strandon alkalmas a lubickolásra. A Velencei tó velencei szakaszának a vízminősége az elmúlt időszakban mért adatok alapján kiváló minősítést kapott jó néhány strandunk, úgyhogy nagy szeretettel várjuk az ide látogatókat. Pátka önkormányzata a Velencei tó, illetve a hozzátartozó tározók gondjainak megoldása érdekében kerekasztal beszélgetést kezdeményezett, melyre az érintett települések vezetőit, valamint a vízügyi, mezőgazdasági és horgászattal, természetvédelemmel foglalkozó szakembereket várták. Ezeket a szereplőket, akik különböző területeken, de mégis használják, vagy hasznosítják, vagy a vízfelületek mellett élnek, egy asztalhoz tudjuk ültetni. Ennek azért láttuk jelentőségét, mert hiányosak az adataink a víztározókról, illetve a vízgyűjtő területről, Velencei tóról. Nagy Dániel azt is elmondta, hogy a kerekasztal beszélgetés egyik megállapítása az volt, a tározók vízminőségét a környező területeken folytatott mezőgazdasági tevékenység nagyban befolyásolja, amíg a halgazdaság és a horgászat nem.